Szia Galina! Szia Kati! Olyan sokat hallottunk már a biogén vízről, mesélj már egy kicsit róla. Biogén víz, ez tulajdonképpen az a víz, ami biológiailag a legjobban hasznosuló víz. Tudjuk, hogy a szervezetben minden biokémiai folyamat a biogén víz segítségével történik, és ha mi nem olyan vizet iszunk, később elmondom, hogy mi ez a biogén víz, akkor a szervezet energiaráfordítása addig fog dolgozni, amíg ilyen vizet ki összeállítja, vagy összehozza, ami szükséges a szervezet működéséhez. Mi is ez a biogén víz? A biogén víz az olyan víz, amelyek rendelkezik néhány nagyon fontos paraméterrel. Az egyik az enyhén lúgos kell, hogy legyen. Miért enyhén lúgos? Mert az összes folyékony közegek, ami a szervezetünkben van, kivéve a gyomorsavat, ez mind lúgos, enyhén lúgos, mondjuk a epe és a hasnyálmirigyenzi meg az erősen lúgos, de a többi mind. A sejtközti állomány, a vér, a ízületi folyadék, mind lúgosak. És eleve olyan vizet, enyhén lúgos vizet kell fogyasztanunk, amilyen ami folyékony közegek a szervezetünkben. Utána nagyon-nagyon fontos, hogy ez a víz struktúrát legyen. Mi ez a struktúrát? A külön egy bizonyos klaszterekbe, egy molekula a szerkezetekbe összeáll a víz molekulák. Miért fontos ez? Mert a szervezetünknek a sejtjei információ segítségével kommunikálnak egymással. Na most az a struktúrált víz, az képes tárolni az információt. Ez tulajdonképpen a mi belső folyékony kompjúterünk. És ha nem olyan vizet iszunk, akkor a szervezetünk nagy erőráfordítása, energiaráfordítása meg fogja csinálni magának a struktúrált vizet, mert ezzel működik a szervezet, ezzel kommunikálnak a sejtjeink egymással. Van még egy nagyon-nagyon fontos paraméter a biogén víznek, ez a oxidációs redox potenciál, ORP. Mit jelent ez? Az a folyadék, amelyik rendelkezik szabad elektronokkal, az nagyon magas antioxidáns hatással rendelkezik. És tudjuk, hogy a anyagcsere folyamatok során rengeteg szabad gyök keletkezik a szervezetünkbe. Nem csak keletkezik, hanem táplálkozásra is beviszünk magunkhoz különböző szennyeződésekkel, és ezeket a szabad gyököket kellene hatástalanítani. Hogy néz ki egy szabad gyök? A szabad gyök, a szabad gyök, ez egy olyan molekula, amelyik pozitív töltéssel rendelkezik. Van egy plusz. Az a plusz, ez mindig arra fog törekedni, hogy lopjon az elektront, mert az egyensúlyba vagy a nulla töltéshez fog törekedni, és akkor azt fogja csinálni, hogy a mi sejt felületen lévő szabad elektronokat el fogja venni, és ezzel tönkre teszi a mi szervezetünknek a sejtjét. És mindig, ha a szervezetben nagyon sok a szabad gyök, akkor ez nagyon-nagyon káros, ebből lehetnek a degeneratív betegségek, vagy változásokat, vagy problémák, lehetnek a krónikus betegségek, és a nagyon fontos, hogy a vízünk, amit fogyasztunk, rendelkezzen szabad elektronokkal. És ennek a szabad elektronoknak a száma azt fejezi ki, az ORP, minél magasabb negatív ORP-vel rendelkezik a folyadék, annál magasabb az antioxidáns hatása, annál jobb minőségű víz vagy a folyadékot fogyasztunk. Csak annyit akarok mondani, hogy például az a folyadék vagy a víz, amit mi szoktunk, palackozott vizet, vagy akár egy vezetékes vizet fogyasztani, annak nem mínuszas az ORP, hanem mínusz, plusz 200-as, és nekünk akkor hasznos lesz a vízünk, amit fogyasztunk, ha ennek legalább mínusz 200 ORP-je van.
Na most ezt a vizet mi otthon meg tudjuk, el tudjuk készíteni. És itt meg fogom a következő videóban mutatni, hogy hogyan készítjük otthon egy ilyen magas negatív ORP-vel rendelkező, struktúrált és enyhén lúgos vizet. És ezt a vizet kellene mi fogyasztanunk. Mennyit mindenki a súlyától függően, minden kilogrammonként súlyra 30 ml ilyen biogén vizet kell fogyasztani naponta. Jó, köszönöm, Galina, ez nagyon hasznos volt.